A Fidesz minden erejével igyekszik lemosni magáról azt a gyalázatot, hogy az orbáni pedofil hálózat védelme érdekében elnöki kegyelemhez juttatták a bicskei pedofil segítőt, K. Endrét. Ezért nyújtottak be ma is egy törvényjavaslatot. Pedig csak egyetlen dolgot kellene tenniük, kimondani az igazságot, elmondani, hogy miért és hogyan adtak kegyelmet K. Endrének, és elmondani azt, hogy mi volt ebben a szerepe Orbán Viktornak. De persze ez kevés. Arra is szükség van, hogy valóban érdemben javítsunk a gyermekvédelem működésén, a magyar gyerekek helyzetén. Ezért, ha a Fidesz valóban változtatni akar, akkor támogatnia kell a demokratikus koalíció és az ellenzék által benyújtott parlamenti kezdeményezéseket. Annak érdekében, hogy segíteni tudjunk a gyermekvédelemben lévő gyermekeken, hogy támogatni tudjuk a magyar gyermekeket, és hogy megelőzzük a bicskeihez hasonló visszaéléseket. A demokratikus koalíció gyermekvédelmi kezdeményezése szigorítaná a pedofilok és a pedofil segítők büntetését, és örökké eltiltaná őket a gyermekek közeléből. Ezen felül független, szakértőkből álló bizottsággal vizsgáltatnánk ki az állami és egyházi intézményekben történt visszaéléseket. Továbbá a jelenleg Rogán Antal propagandaminisztériumban fordított több mint 500 milliárd forintból egy átfogó gyermekvédelmi programot hajtanánk végre, gyermekköltségvetést alakítanánk ki. Többek között megdupláznánk a gyermekvédelmi dolgozók bérét, megdupláznánk a családi pótlékot, nagyobb állami támogatást adnánk a szakellátás támogatására, a bentlakásos intézmények működésére és az önkormányzatok gyermekvédelmi feladataira, megnövelnénk a állami gondozott fiatalok életkezési támogatását. Mi ez a valódi gyermekvédelem, mi ezt akarjuk elérni, DK-sok. Az a helyzet, hogy ha azt akarjuk, hogy legyen Magyarországon gyermekvédelem, ahhoz változás kell. A változás pedig azzal kezdődik, hogy legyőzzük Orbán Viktort. Mert mi DK-sok nem a másik ellenzéki pártot, hanem Orbán Viktort akarjuk legyőzni. Ha Orbán június 9-én az EP választásokon elveszíti a többségét, akkor már másnap előrehozott választást fogunk követelni, hogy ne kelljen 2026-ig várni a kormányváltással, és ne kelljen 2026-ig várni a magyar gyerekek helyzetének javításával sem. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazzon a legerősebb ellenzéki listára, a DK-MSZP párbeszéd közös szociáldemokrata zöld listájára. Ha a Fidesz valóban érdekelni a magyar gyermekek helyzete, akkor a propagandára fordított 500 milliárd forintot inkább a gyermekvédelem fejlesztésére, a nehéz sorban élő gyerekek helyzetének javítására fordítanák. Ha Fidesz valóban érdekelni a gyermekek védelme, akkor engednék kivizsgáltatni az állami és egyházi intézményekben történt visszaéléseket, pedofil bűneseteket. Ha Fidesz valóban a gyermekek sorsa érdekelni, akkor támogatnák az ellenzék és a demokratikus koalíció által benyújtott gyermekvédelmi célú módosításokat, határozati javaslatokat. De a Fideszt valójában csak egy valami érdekli. Mindenáron meg akarják védeni Orbán Viktor hatalmát és az orbáni pedofil hálózatban érdekelt fideszes politikusokat. De ezt mi, a Szociáldemokrata Zöld Szövetség pártjai nem fogjuk hagyni. A mi ellenfelünk nem valamelyik másik ellenzéki párt, hanem Orbán Viktor és rendszere. Mi nem egymást, hanem Orbán Viktort akarjuk legyőzni. Ha Orbán június 9-én az EP választásokon elveszti a többségét, akkor már másnap előrehozott választást fogunk követelni, hogy ne kelljen 2026-ig várni a kormányváltásra, az Orbán rendszer bukására, hogy ne kelljen 2026-ig várni arra, hogy érdemi lépések történjenek a gyermekvédelem megerősítésére, a magyar gyerekek védelmére és támogatására. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazzon a közös ellenzéki listára, a DK-MSZP párbeszéd listájára, a közös szociáldemokrata zöld listára június 9-én.